Klub Rádió. Tények, vélemények. Balkanyar. Egy politikai korszak vége. Merre tovább? Rózsa Péter műsora. Úgy látszik, nincs új kotta, csak régi kotta, mind a két oldalon, a kormány oldalán is, a parlamenti ellenzék oldalán is. Ezt elég szomorúan veszi tudomásul a civil közönség, különösen az a része, amelyik olykor utcára vonul, ne van miért tiltakoznia. A kormány újra előveszi a migráns politikáját, ami egy kommunikációs húzás, most épp a népszavazás van napirenden, és lehet ezen csámcsogni. Az ellenzék pedig ugyanúgy nem tudja, hogyan viszonyuljon hozzá, vagy csendben van, vagy csak reagál arra, amit a kormányzó párt lép. Mi a csodát lehet tenni ebben a helyzetben? Van-e még egyáltalán, nem is tudom, hogy jobb baloldali, konzervatív, vagy akármilyen színezetű alternatíva, politikai megoldás, vagy valamilyen kényszerítő erő, hogy Magyarország kimozduljon abból, amit Béndek Péter polgári gondolkodó úgy jellemzett, hogy ez az ország a nacionalizmus és a hallatlan, cinikus politikai osztály markában vergődik. Vitassuk meg ezt a gondolatot, és bontsuk ki a Balkanyar stúdióban, tehát Béndek Péter és vitapartnere Kerékbárci Szabolcs, a Demokratikus Koalíció elnökségi tagja. Még a kanyarban vagyunk, Rózsa Péter vezetésével. Elsőként Kerékbárci Szabolcsra lennék kíváncsi. Miért nem reagálnak pozitívan az önök javaslatára, hogy az ellenzék ebben a bénaságában egyet tehetne, bojkottálja azt a parlamentet, amelynek működését a Fidesz úgy diktálja, ahogy akarja, és önök nem tudják az akaratukat érvényesíteni? Köszönöm a meghívást. Egyetértek Béndek Péterrel abban, hogy ami a felvezetőben elhangzott, hogy ez egy végtelenül cinikus politikai osztály. Ilyen válsághelyzetekben válik el a tüdő a májtól, és látszik az, hogy csak egy duma-e az, hogy egy demokratikus ellenzéki párt a rendszer ellenzéke, vagy nem. Én óvakodnék most a kollégák minősítésétől, mert végső soron majd együtt kell egymással működni. Tőlük kell megkérdezni, hogy miért nem csatlakoztak ehhez. Ugye mi is azt mondtuk, hogy a kétharmados szavazásokon bent leszünk, vagy bent lennénk. Tehát nem teljes kivonulást jelent a parlamentből, mert a népképviselet tényleg fontos, ezért szavaztak ránk annak idején az emberek olyan számban, hogy bejutottunk a parlamentbe. Három dolog miatt fontos ez a bojkott szerintem. Egyrészt, és fontos az, hogy mégis bent legyünk korlátozott mértékben az országgyűlésben. Egyrészt, hogy meg tudjuk akadályozni a kétharmados döntéseit a kormánynak. Másrészt információkat kapunk egy korlátozott parlamenti jelenlét esetében is arról, ami az országban zajlik. Ugye egy képviselő kérdésére 15 napon belül kötelező válaszolni. Ráadásul ott ülünk ugye például a Nemzetbiztonsági Bizottság, vagy a Honvédelmi Bizottságban. Bocsánat, én ezt értem, és nyilvánvaló, hogy ez a működés a normális körülmények között a legfontosabb. Ez egy népképviseleti demokrácia, higgyünk, bízunk benne, de nem látjuk ennek a működését. Béndek Péterhez fordulok, aki már bojkottálta önmagát, mert a polgári konzervatív párt vezetéséről lemondott a nyilvános blogolásról, három év után ki akar vonulni a nyilvánosságból, de szerintem az események úgy alakulnak, hogy ezt nem fogja tudni megtenni. De visszakanyarodnék Kerékbárci Szabolcshoz, mert ugye ő arra is reagált, amit ön írt, hogy ez az ország egy végtelenül cinikus politikai osztály markában van, de szerintem ő nem csak a Fidesz értette ez alatt, nem? Nem, teljesen. Szerintem Szabolcs sem a Fidesz érti alatt, amikor helyben hagyta, amit én írtam. Nem, de arról van szó, hogy ez egy rendszer probléma. Magyarországon egy végtelenül súlyos társadalmi és politikai válság van, amiről azt hittük, hogy adott esetben elérte a mélypontját, nem tudom még 2014 előtt, fogalmam sincs, de látszik, hogy folyamatosan mélyül. És azért mélyül, elsősorban, mert kormányzati oldalon a társadalommal szembeni viselkedés, vagy mint a kormányzat elengedte volna a társadalmat. Tehát gyakorlatilag a társadalomnak nincsen politikai elitje. A politikai elit az egy önmagával zárt körben, egy saját komplex érdekrendszer szerint mozog, és ennek a hatása a társadalom működésére csak
és mélyen negatív. Ezt látjuk a megerősödő szakmai ellenállási mozgalmakon, de ez a szakmai ellenállási mozgalom, amit most a tanárok oldalról látunk, ez gyakorlatilag bármelyik oldalról érkezhetne, valószínűleg fog is érkezni. Erre a kormánynak nincsen megfelelő válasza, mert a saját szakpolitikáit olyan mértékben, olyan lerontotta, hogy nincsenek meg azok az intézményesek, nincs a gondolkodási háttér, nincs a politikai rendszernek egy víziója avval kapcsolatban, hogy kell jó társadalmat építeni. Tehát ahogy egyébként a bevezetőben ön pontosan mondta, a politikai osztály együtt lavírozta be magát egy olyan helyzetbe, ahonnan egyik sem tudja a kiutat. Egymás fogjai egyébként bal, jobb és egyéb oldalak, tehát amit most a parlamentben képviselt pártokról beszél. Sok szempontból egymás fogjai is, abban a szempontból is, amit én mondtam, hogy történetileg is egymás fogjai. Ez mégiscsak egy alapvetően még a 20. századhoz tartozó posztkommunista kultúra, amit üzemeltet az egész politikai elit. Beleérti a Fideszt is? Beleértem a Fideszt is, természetesen, ami maga is egy posztkommunista párt. És a Jobbikot is? A Jobbik az egy érdekes kérdés, erre térjünk még külön, de csak hogy befejezem a gondolatmenetemet. Ez a politikai rendszer, ez gyakorlatilag a 20. századi gondolkodási minták szerint rétegződik. Ugyanazokat az érveket űzzük pepitában, mint amit gyakorlatilag 100 éve teszünk, és szemben azzal, amit a Fidesz gondol magáról, hogy alapvetően új pályára helyezi az országot. Nem, ez ugyanaz a mélységesen káros politikai Magyarországban a válságokat visszatérően okozza. A modernizáció akadálya is egyben sokan mondják, na de hát van-e alternatíva, van-e paradigmaváltás, látjuk-e, hogy milyen választ lehet adni egy világméretű válságra, aminek egy részét mi is érezzük, itt vagyunk Európában, az Unióban, amelyik most a bevándorlókkal küszködik, és az ezen ok miatt támad egyéb belpolitikai válságokkal. Milyen modell van? Szabocs. Ezt a modellt szerintem nekünk kell majd megalkotni. Egyetértek, egy teljes gondolkodásbeli, szerkezetbeli váltásra van szükség. Kettős hitelességi és bizalmi válság van a Magyarországon, hogy folytassam a Péter által elkezdetteket. Van egyrészt a társadalom részéről a politikai osztály irányába, és ugyanakkor a politikai osztályon belül is van. Ez egy paradox helyzet, mert egyfelől fogja nyilván mindenki a másiknak, ugyanakkor mélyen nem bízunk egymásban, és megkérdőjelezzük egymás hitelességét. Ha 16-ban, 16 év végéig nem születik paradigmatikusan más szerkezetű és részben más személyi összetételű alternatíva, amelyet fel lehet mutatni, demokratikus alternatíva a társadalom számára, akkor véleményem szerint elúszott 18 győzelme. Tehát a 18-ban nem lesz kormányváltás. Nem lesz kormányváltás. Nem lesz paradigmaváltás. Hát nézze, nem csak erről beszélünk, 14-ben kipróbáltuk a jelenlegihez nagyon hasonló demokratikus együttműködés, vagy szerkezetű együttműködést. Bebizonyosodott, hogy ez szükséges, ám de korán sem elégséges feltétele annak, hogy demokratikus váltás legyen Magyarországon. Mert tehát a baloldali pártok összefogásáról beszél, ami nem az ellenzéki pártok, ami nyilvánvalóan nem sikerült. Ugyanezzel a szerkezettel, pontosan ugyanebben a személy összetételben ez a dolog eleve bukásra van ítélve. Tehát itt invenciózus, új gondolatokat hozó és teljesen új nyelvi és politikai keretben gondolkozó megoldásra van szükség. Hadd mondjak röviden egy hasonlatot, a Fidesz most focizik. Mi legfeljebb arra vagyunk képesek, mondom önkritikusan, de az értelmiség jelentős része is igaz, hogy legfeljebb akkor mi teniszezni elmegyünk. Hogy mégse mindig csak reagáljunk, és valami újat is hozzunk. Én azt mondom, el kell felejteni a sportot. Sportban bennünket megver a Fidesz. Reggelire megesznek bennünket, mert nem tudjuk azt a populizmust, azt a cinizmust überelni, legfeljebb csak megközelíteni tudjuk. Engem ez nem érdekel, mert ez visszataszítónak és gusztustalannak tartom. Tehát nekünk teljesen más kell csinálni, ki kell lépni abból a keretből, ezt a társadalom is érzékeli. Egyébként a tanárok hihetetlenül, hátborzongatóan tiszteletre méltó és fantasztikus kiállására, helytállására akkor is szükség lenne, és valószínűleg akkor is lenne ilyen, hogyha jó lenne a demokratikus alternatíva politikai értelemben Magyarországon. Mert végre a civil társadalomnak föl kell emelnie a fejét,
önszerveződővé nem kell válnia. Nem gondolja, hogy az történik, hogy a civil társadalom, pedagógusok elsősorban, és aztán mindazok a tiltakozó mozgalmak, amelyek esetleg követik, pontosan arra adnak választ, hogy a parlamenti politikai ellenzék számukra nem nyújt reményt, nem nyújt receptet és lehetőséget, és perspektívát arra, hogy alapvetően változzék Magyarországon a társadalmi szerkezet, és egy jó irányba és modernizációs irányba. Menjünk Bénde Péter. Hát igen, ezt neveztem én annak, hogy a társadalom, a politika elszakadt a társadalomtól. Tehát gyakorlatilag nincs ezeknek, se ezeknek a szakmai szervezeteknek, illetve a szakmáknak reprezentációjuk a politikában. Tehát a politika nem végzi el azt a dolgát, amit egyébként egy demokratikus társadalom működ, el kéne végeznie, hogy megjeleníti azokat a fő problémákat, vagy fő törésvonalakat, a fő szempontokat, amik az egyes szakmákat, az egyes közösségeket megosztják. Tehát én azt akarom mondani, hogy amit itt látunk, a kvázi nevezük civil társadalomnak, vagy szakmai közeg eszmélődésében, az annak, az elismerése, hogy amiről a magyar politika szól, és az gyakorlatilag nem más, mint egy döntően nacionalista típusú, államelvű, és általában populista, abban az értelemben, hogy például a rezsicsökkentés, látjuk, gyakorlatilag egy hazug szociális demagógiával próbáljuk az embereket magukhoz láncolni. Ez a politikában ez egy nyerőkártya. Tehát akkor ez adja a futballnak a játékszabályt, amiről korábban a Szabolcs beszélt. Most ezek a társadalmi csoportok, amiknek az eszmélődését látjuk, egyre kevésbé tartják ezt kielégítőnek a saját életükre, a saját szakmájuk gyakorlásra vonatkozóan. Tehát magyarán ez nem a probléma. De a politikai rendszert ettől még ez üzemelteti. Tehát ez a nacionalista paradigma, amiről beszéltem, ennek nincsen ellenszere jelen esetben a politikai osztályon belül. Ez a a legnagyobb szavazatszerző képessége rendelkezik. Ez csak úgy lehet feltörni, ez csak úgy fogjuk tudni ezt a háttérbe szorítani, hogy azok a realista problémák, amik a társadalomban egyébként mélyen elfedve megjelennek, egyre inkább fölébe kerekednek ennek a paradigmának, egyre nagyobb fontossága tesznek szert, és kitermeljük magukból a politikai reprezentációt. Ez két lépés, ugye az első lépés az úgy lassan megkezdődik, magyarul, hogy a civil társadalom kezdi kitermelni magából elégedetlenségének hangot adva az új igényt a politika felé, de hogyha ez nem teljesíti, akkor ki kell termelnie magából akár egy új paradigmát is, és ez új képviselő. Új politikai szövetségekre lesz. Ez biztos. Tehát ez a politikai osztály az ezeket a reális problémákat, nem pedig a hazugságot, amiben bele van ágyazva, nem tudja képviselni. Árnyalhatom ezt egy picit, mert most itt lehet, hogy egy kicsit most először elkezdünk egy némileg vitatkozni egymással. Én azt gondolom, hogy nem egy rakétatudomány arra választ adni, hogy mi a gond a oktatásra és mit kéne csinálni. Erre szerintem több demokratikus ellenzéki párt programja is igen jó megoldásokat ad. Az egészségügy problémásabb, a biztosítási rendszer egyebekkel, ott több a vita, de ott is vannak megoldások. Itt inkább hitelességi kérdés van. Tehát más az, hogyha... Magyarul, bizárt, hogy mondanak jókat, amik reálisak is, végrehajthatók lennének. Hát a DK most írt egy programot, amiben... Csak a kutya se foglalkozik vele, mert nem hitelesek, mert elég volt abból, hogy a politika azt, amit produkált, az nekünk igen, nem hozott a társadalom semmi. Nem, a társadalom nem bízik ebben a politikai osztályban. De nem azért nem bízik, mert mi nem tudnánk, hogy mit kezdenénk a közoktatással, a felsőoktatással, közpolitikailag vagy szakpolitikai értelemben, mert szerintem nagyon sokan tudjuk ezt, hiszen nem egy olyan... Csak ez kevés. A másik, amiben egy kicsit vitatkoznék... De ebben nem vitatkoztál, Szabolcs, mert ebben csak megérítettem. Jó, de az, hogy nem reagálunk a társadalomnak, szerintem reagálunk, csak nem hiszik el nekünk, hogy mi azzal a jó szándékkal reagálunk. Diszfunkcionális a politika. Igen. A másik, hogy szerintem a civilek bár részben reagálnak erre a fajta impotenciájára, vagy hitelességi problémájára a politikai osztálynak, de a civilek akkor is működnének, és kellene, hogy működjenek ilyen formán, hogyha egy svéd típusú politikai osztálya lenne, vagy valami nagyon demokratikus, bejáratott történelmi hagyománya rendelkező politikai osztálya lenne az országnak. Mert nem helyettesítjük egymást. Tehát azt mondja, hogy egy nagyon jól átláthatóan, szinte mintaszerűen felépített demokratikus államrendszer sem nélkül
nélkülözheti a lakosság politikai aktivitását? Hát fék ellensúly, minden hivatásrend, minden civil mozgalom féket, ellensúlyt és tükröt tart a politikai osztályokkal. Ez azért fontos, mert van egy olyan képzet, és több elemző is ezt mondja, hogy az elmúlt 25 év egyik legnagyobb baja a magyar társadalomban az volt, hogy a magyar választók úgy képzelték ezt a demokratikus modellt, hogy választunk, hátradőlünk, ti dolgozzatok, működtessétek nekünk jól ezt az országot, aztán utána elmegyünk megint szavazni, és közben nincs dolgunk, de ezek szerint Kerékbárti Szabolcs ezt fogalmazva, nagyon is van dolga a civil társadalomnak minden pillanat. De... Igen, csak most egy kicsit előttünk jár, politikusok előtt jár a civil társadalom. Végre felébredtek, ezzel bennünket is megszégyenítenek, ugyanakkor bennünket is cselekvésre ösztönöznek. Tehát én minden szempontból jónak tartom, miközben elismerem a önkritikusan. Én hadd vitatkozom ezzel viszont, mert szerintem Szabolcs ellentmond korábbi önmagának, amikor azt hiszem abban még egyetértettünk a beszélgetésnek az elején, hogy itt alapvetően egy olyan, nem mondtuk ki, de alapvetően a demokrácia fogalmaival nem leírható politikai rendszer működik ebben az országban. Tehát amikor a demokráciával nem leírható politikai rendszerrel szembeni szakmai ellenállást tekintjük, akkor ez sem írható le a szokványos demokráciák és a civil társadalom viszonyában. Ami nagyon jól megmutatkozik azon, hogy a kormány is rögtön elkezdte ráfogni a tanárokra is, adott esetben, hogy a Soros meg a baloldal, meg nem tudom miként pénzeli őket, rögtön kvázi nagy politikai színezetet nyer ez a dolog. Elsősorban azért, nem csak azért, mert bennük látják a fő ellenfelet, és sokan nagyobb ellenfelet látnak bennük, mint a nem tudom, részben megvett, részben megosztott, részben stb. Tönkretett ellenzékben, hanem ez a kényszerképzet van ebben az országban, hogy ami egy kormánya vagy egy kormányzati rendszerre szembeni ellenállás civil oldalról jelenti, az valószínűleg valamilyen politikai indítatású, és ez így is van az a helyzet. Tehát bár a tanárok nem azzal a célra mentek ki, de valaki kint volt a tüntetésen, mint hogy szerintem akár mind a hárman ki lehettünk, pontosan hallotta azt, hogy az Orbán takarodj, az mindig mellette volt a szakmai jellegű érveknek. Hát itt azt akarom mondani, hogy igenis, ezek a szakmai jellegű csoportok kifejeznek társadalmi ellenállási legalább mintákat, motivumokat, amelyek kifejezésével kapcsolatban a politikai osztály is megbukott, tehát az ellenzék. Igen, is de ezt csinálják Franciaországban, csinálják Németországban is, és ugyanígy mégiscsak működik ott a politikai osztály, vannak választások, ugyanazok a tüntetők elmennek itt szavazni. A hitelességi problémák olyan mélyen, mint itt. Hát pontosan ezzel kezdtem, hogy egy komoly hitelességi probléma van, tehát működhetne ez a dolog úgy is, hogy mindenki teszi a dolgát, tükör az kell, mondhatják rám is, hogy én is takarodjak el, mint politikus, vagy nem tudom, miközben nem akadályozhat meg senki, hogy éljek azzal a demokratikus jogommal, hogy mondjuk elindulok választáson képviselőjelöltnek, stb. Ott ugyanazok az emberek, akik engem szeretnek, vagy nem szeretnek, eljönnek szavazni rám, vagy ellenem, a versenytársamra, akármit. Tehát működhetne ez a dolog nagyon normálisan is. Most a civilek kezdenek működni, ugyanúgy kimondhatják azt, hogy menjen el a miniszterelnök, vagy takarodjon, mint Franciaországban, Németországban, Svédországban, vagy éppen Nagy-Britanniában. Csak éppen mi, mint politikai osztály, nem tudunk a hitelességi hiátusunk miatt, hogy mondjam, nyerni azon, idézőjelben mondom, hogy milyen társadalmi helyzet van, mert bár szakpolitikailag szerintem helyenként kifejezetten színvonalasan reagálunk, de hitelességi probléma miatt nem tudunk valójában úgy föltűnni, hogy jól reagálunk. Már mondta Kerékbárti Szabolcs, és most megismételted, akkor hozzáfűzöm mindkettőjükhöz. Ami ma pedagógus tüntetéssel megjelent, annak azért nagyobb a súlya, és meg is lepi, az ellenzéket is látom, mert a kliknek a eltörlését követeli, ami gyakorlatilag az Orbáni rendszer modellje. Magyarul a lényegénél érintette meg, ezt soha eddig meg nem tudta ilyen formában a politikai elit fogalmazni, az ellenzék, hogy úgy nyúl egy szakpolitikai kérdéshez, hogy ez egyben ennek a felépített Orbáni rendszernek az Achilles sarka. Most ez történik, ezért a tét óriási. Ezt el lehet játszani. Ki tudja elhasználni a politikai osztály ezt a konkrét feladványt, ami mentén akár szerveződhet? Hadd szögezzem le ezt egyszer is. Amit a beszélgetés, és mindenkor, amit egyébként már, amiben már egyetértettünk korábban. Ez a politikai osztály nem képes
a szükséges radikális változásokat véghez vinni. Tehát minden például rendszerben... végleg leírta. Ez nem. Én noha nem voltam szorosan rész ennek a politikusztán, mert nem voltunk parlamentáris párt, még nem tudom, de én ezt a magam felelősségének tartottam már egy ilyen kis párt, mint a Polgári Konzervatív Párt vezetőjeként is. Egyre inkább úgy éreztem, hogy mivel nem tudunk előrébb jutni, ezért inkább kollaboráns vagyok már a rendszeren belül, mint hogy valami radikálisan újjal, új paradigmának a létrehozására legalább távlatilag képes legyek. Amikor lemondtam, akkor azt gondoltam, hogy esetleg másképp ezt jobban tudom csinálni. A végcélt, azt jobban el tudom érni, nem pártelnökként, miközben a pártot az esetben vezetheti valaki, aki ezt sikeresebben tudja csinálni. Nem tudjuk, bocsánat, nem tudjuk leváltani a politikai osztályt, nem tudjuk leváltani a társadalmat. Tehát miközben én megértem Péternek a hevületét, hogy a politikai osztály is egyfajta tükörképe a társadalomnak, nem a Marsról dobtak ide le bennünket senkit, választottak, helyenként több százezer szavazó áll egy-egy valójában ténylegesen hitelességét vesztett, de mégis valami vonzerővel rendelkező politikai párt vagy pártok mögött. Tehát én azt gondolom, hogy miközben elméletben tiszteletre méltónak tartom ezt a fajta következetességet vagy hevületet Péter részéről, én mégis azt gondolom, hogy nekünk magunknak, kortársaknak, akiknek nincsen alternatívák, mert mi élünk ebben az országban. Nekünk kell kitermelni saját magunkból ezt a fajta új paradigmát, és végén meg kell egymással állapodni, egyezni, mert közös a hazánk, itt kell élnünk, nem lehet folyamatos, örökös, évtizedes háborúban élni saját magunkkal, mert aztán ez tényleg fölemész mindent. Jó, ez egy hatalomtechnikai kérdést is felvet, hogy a Fidesz a háború nem csak a fociban jó, ahogy Kerékbárci Szabolcs említette, és focizik is, és a szabályokat ő írja, és az ellenfelét úthengerként lesöpri, hanem abban is jó, hogy háborús viszonyokat tart fent, mert ebben is nagyon erős, és háborúban érzi jól magát. Orbán Viktor személyéből is következik ez a dolog, hogy folyamatos harcban kell lenni, mintha a társadalom kezdene kimerülni, szűk választói rétegei még követik, bár nem azzal a hevülettel, mint ahogy ő néha előáll. Viszont a társadalom másik része, amely nem feltétlen és alávetett híve ennek a politikának, nem akar háborúzni, és mégis kénytelen. Nem tudom, én visszafogottam a nyilatkozni a kapcsolatban, hogy az Orbán Viktor a háborút akarja. Az Orbán Viktor nem a háborút akarja elsősorban, hanem a kezdeményezőkészségnek, a kezdeményezésnek a megőrzését. Ugye ez nagyon fontos, és ezért volt nekünk például az a, ilyen szempontból jó ellengesztus volt az talán, amit a DK, illetve a DK vezetője tett meg. Hasonlóan nyilatkoztam én is, mondtam azt, hogy amit nyilvánvalóan önmagában, hogy első hallása egy agyrémnek tűnik, de akkor miért nem fog össze az MSZP-től a Jobbikig terjedő teljes ellenzék avval kapcsolatban, hogy ezt a jelenlegi parlamentet próbáljuk meg feloszlatni. Tehát legyen egy, ami nyilvánvalóan provokáció volt a jelenlegi valósággal szemben, mert ennek a valószínűsége az roppant csekély, és aztán pedig, ezt tulajdonképpen, ha már nem hoztuk még például, amikor a Bokros Lajosnak egy szűkebb javaslatának a kiterjesztése volt, ami arra irányulna, hogy csinálj, osztassuk, próbáljuk meg elérni, hogy feloszlik ez a parlament, és próbáljuk meg aztán új körülmények között új választásokat kiírni. De nem véletlen, hogy tabularázát akarnak többen most már vizionálni, mert nem látják, hogy ebben a most fenntartott rendszerben bármi esélyünk van, ugyanis ezt a mostani kormányzó párt diktálja, átszövi, és a legdurvább eszközökhöz nyúlik. Nem szeretném megelőlegezni, de jelzem, hogy ez is egy vitapontunk lesz. Hát azért most már nem ott tartunk, hogy szépen el lehet beszélgetni arról, hogy mennyire demokratikus, vagy mennyire nem demokratikus ez az ország, hanem ott tartunk, hogy a politikai erőszak megjelenik. A választási irodánál lezajlott jelenet a kopaszoknak a fellépése, mely mögött tudjuk, hogy ott van valamilyen formában szervezőerőként a Fidesz, vagy annak valamilyen filiáléja. Ez egy új helyzetet teremt. Tehát holnaptól kezdve bármi lehet. Szemmel látható, a külsőségeiben is egy ilyen fasiszta vagy újnáci jellegű köntösben mutatkozott meg a hatalom. Ne legyen kétségünk, ezt a Fidesz közvetlenül idézte elő azáltal, és nem azt állítom, hogy Fideszes rendelte oda, ezt majd a független ügyészség egyszer meg fogja bizonyítani, vagy nem, de azt állítom, hogy az a hangulat, amit a Fidesz teremtett az elmúlt időszakban, egyenesen vezetett ahhoz, és még csak csodálkozhatunk, hogy egyelőre nem történt itt valami politikai erőszak, vagy valami cselekedet. De hadd erősítsek rá arra, ami elhangzott az előbbiekben. Ez a rendszer nem működik. A pedagógusok ezt látják. Én nem
értek egyet a centralizációval. Én a decentralizációval, vagy a szubszidiaritás elvével értek egyet önkormányzatiságban minden téren. De elméletben működhetne esetleg egy klik típusú intézmény. Ha nem elmebaj lenne az, ahogyan irányítják. Igen, tehát nem működik az Orbáni rendszer, nem működik az Orbáni állam. Ennyi. Itt jön a szünet, mert a Klubrádióban 30 perceként híreket mondunk, utána folytatjuk a beszélgetést Béndek Péterrel és Kerékbáci Szabolcsal. Klubrádió. Tények. Vélemények. Balkanyar. Folytatódik Rózsa Péter műsora. A Balkanyar stúdiójában továbbra is Béndek Péter, filozófus, polgári gondolkodó és Kerékbáci Szabolcs, a Demokratikus Koalíció elnökségi tagja. Kerékbáci Szabolcs korábbi szavaira szeretnék visszautalni a következő kérdésben. Komolyan gondolhatja, vagy gondolja, hogy nem váltható le a politikai osztály? Mert ezt mondta. Az, amelyik az elmúlt 6 év teljes bénassággával figyeli azt, amit egy egyre inkább diktatórikusan működő kormány csinál. A végén a politikai osztály az azt jelenti, hogy olyan emberek, csoportok tartoznak ide, akik végrehajtó hatalomba szeretnének demokratikus úton kerülni, most, hogyha demokratikus politikai osztályban vesszük. Mert szeretnénk kormányozni, mert azt gondoljuk, hogy a közjavát mi szolgáljuk. Jó, ezt értjük, ez világos. Igen, de ebből az következik, hogy vállalni kell, tehát ha le akarja váltani valaki ezt a politikai osztályt, akkor helyébe kell azonnal rakni, hogy ne legyen vákum vagy légüres tér, amin nyerhet ez a fasizálódó, egyre szélsőségesebbé váló Fidesz per Jobbik. Akik ugyanígy merik vállalni minden ódiumát annak, amivel ma a politizálás jár. Ami nem egy fáklyás menete, szeretném hozzátenni. Hát ez ilyen gyorsan azért nem termelődik ki, szóval hát egy mi az ezt mondom, hol hát, látjuk azt a folyamatot, ahol létrejön. Ezt mondom, hogy nem lehet leváltani. Nem történhet meg az, hogy a Fidesz bármikor is történjen ez majd meg. Eltűnésével, bukásával a jelenlegi teljes ellenzéki garnitúra is bukik. Pontosan azért, mert ez az... Akkor ki jön utána? Hát az utca. Nyilván én szeretném, hogyha jelenlegi ellenzéki garnitúra legalábbis nagy része bukna, és ez valószínűleg ez egy, inkább egy gyors erózió lesz, mint egyik napról a másikra történő bukás. Azt hiszem, hogy alapvetően egyetértünk Szabolcssal abban, hogy mindesetre radikális változásokra van szükség. Az, hogy ezt hogyan érjük el, illetve milyen forgatókönyv szerint fog történni, ebben a pillanatban szerintem senki sem venné a bátorságot, hogy bármit mondjuk. Kicsit kitekintünk Magyarország határain kívül, azért azt látjuk, hogy maga a képviseleti demokratikus modell is válságban van, ugye, és ez a migránsválság ez felerősítette az Európai Unió tagállamaiban is ezt a dolgot, mert már réges-régen, és ezt nagyon nem fogalmazták meg eléggé közérthetően sehol sem, nem képviseli a társadalmat az a politikai rendszer, az a parlamenti rendszer, ami működik, mert már régen elszakadtak a politikai elitek a tényleges társadalmi csoportok képviseletétől. Egyféle mechanikus működés volt, a háttérben mindig az húzódott meg, hogy milyen jó ez, ugye a választásokon meg kell mutatkozni, be kell mutatkozni programokat, az emberek nem a programokra szavaznak, kiderült, hanem működött ez a dolog. Nagyon elszakadt a tényleges társadalmi igényektől, a társadalmi térképtől az a politikai elit, amely mindig beül a parlamentbe. Ez nálunk azt hiszem most nagyon erősen érződik. Én nem okosan értek egyet. Én azt gondolom, hogy furcsa mód, hogy semmit se, vannak ezek a bombók minden a politikában, minden a máshol. Sajnos minden társadalom azt, nem azt mondom, hogy azt érdemli, ami a politikai rendszerben előáll, de mondjuk azt termeli ki magából, tehát napnál is világosabb abban, hogy a Fidesznek jelentős támogatottsága van közvéleménykutatásokban, tehát nem arról van szó, hogy... Ezt én nem kétlem, de akkor rosszul fogalmaztam, Péter, bocsánat. Jelentős támogatottsága. Mondjuk, hogy 2 milliós támogatottsága van, jó? Ebben, és egy nem régi közvéleménykutatás ezt nagyon érdekesen mutatta ki, hogy egyes pártok mögött álló választói réteg milyen társadalmi csoportokat reprezentál. A Fidesz lefedi ebből a szempontból a teljes magyar társadalmat. Rengeteg szegény, rengeteg lecsúszott középosztály, rengeteg középosztálybéli, rengeteg vidéki, rengeteg nagyvárosi, minden szociológiai értelemben a Fidesz támogatói lefedik Magyarországot. Miközben mondjon nekem Béndek Péter vagy Kerékbáci Szabolcs egy jelentősebb kormányzati lépést,
törvényhozási döntést az elmúlt 4-5 évben, amely nem sértette a csoportok nagy többségét, nem károsította meg, kezdjük a nyugdíja, mindenkit egyformán károsított, és ja, még ebből látszik, ez bocsánat, nem az érdek képviselő. Ebből látszik, hogy sokkal bonyolultabban működik a demokrácia, de akkor milyen érdeket képvisel egy mint nem arról van szó, amit korábban hittünk, hogy van egy technokrata kormány, annak vannak intézkedései, amikre bizonyos társadalmi csoportok, amelyeknek bizonyos társadalmi csoportok javadalmazottjai, vagy mondjuk hátrányban. Azért ez is működik. De azt akarom mondani ezzel, hogy a politikai akaratok, politikai vélemények kifejezés az egy sokkal bonyolultabb szerkezetet zajlik, és jelen esetben a Fidesz meg tudja nyerni az korábban említett nacionális paradigmával, egy érzelmi politizálással, egy tehát miközben, bocsánat, tehát akkor lefordítom, miközben kiveszem a talajt a lábad alól, csökkentem a nyugdíjadat, a jövődet károsítom, a gyerekeidet rossz minőségű iskolába, de valamit adok, amiért úgy szavazok, vita. Azért legyünk még egy kicsit önkritikusabbak. És viszont a szerkesztő úr nemzetközi síkra is ütte, ezen se menjünk át szótlanul. Mi sem vagyunk elég jók az ellenzék. Tehát a politizás az egy relatív dolog, nem önmagában jó vagy rossz egy politikai párt, hanem másokhoz viszonyítva. Tehát nyilvánvalóan a azért is lehet a Fidesz ilyen népszerű vagy sikeres, mert mi sem vagyunk elég jók. De nemzetközi vonatkozás. Azért jó hírek vannak Európában. Európai Unióban, az egész euróatlanti világban. Minden, hát az, hogy működik a képviseleti demokrácia. Megnézi a közvéleménykutatási adatokat Németországban, Skandináviában. Menekültválság, súlyos válság. Ilyen komoly probléma, vagy kihívás sorozat az európai közösséget, és az Európai Uniót, amióta Rómában aláírták a szerződést, nem nagyon volt, mint jelen pillanatban. De ez önmagában nem probléma, hát az élet ilyen dolgokból áll, ebből születhet majd káosz is, meg születhet valami egészen jó. Merkel kancellárt minden őt ért kritika ellenére a társadalom többsége még mindig támogatja. És ez egy nagyon jó hír. Skandináviában... Tehát nincs hitelvesztés, hogy visszatérjek van oda. Van hitelvesztés, és nyilvánvalóan szélsőséges pártok ott is erősödnek, de a társadalom józan többsége még mindig a józanság mellett áll, amit jelen pillanatban a nagy koalíció és annak vezetője Angela Merkel képvisel. Skandinávia társadalmi szerkezete, az emberek gondolkodása változik, de nem ingott meg a liberális demokráciába vetett hite az embereknek. Nagy-Britannia rengeteg bírálható dolgot tesz a kormányán keresztül, de még mindig működik a szerkezet, van verseny, van társadalmi vita, a közbeszéd normális irányban halad, civilek is működnek. Franciaország ugyanígy, de mehetünk Dél-Európába, ahol teljesen más a szerkezet. Egyesült Államokban vannak nagyon rossz tendenciák, például Donald Trump előre jutásával. De ott is működik azért a képviseleti demokrácia. Én ezt mind értem, ne arra, hogy jól közbeszólok. Nekünk az a hátrányunk ebből a szempontból, hogy mi nem éltünk meg tartósan egy jól működő demokratikus rendszer. Nincs tapasztalatunk, a magyar lakosságnak nincs tapasztalata arról, van tapasztalata arról, hogy az elmúlt 25 évben miközben folyamatosan azt hallotta, hogy milyen jók a mi demokratikus intézményeink, ennek hasznát nem látta, és keservesen rossz élményeket okozott, és ezért az elfordulás, tehát nem képviseli. Ez igaz, de nem vagyunk ezért légüres térben, mert egy európai közösségnek, egy transzatlanti közösségnek kevésbé, vagyunk a tagjai. Egyre kevésbé. Várjuk ki a végét. Én nem kongatnám a vészharangot. Minden probléma ellenére az, ami szél nyugatról még mindig fújdogál. Sok szemetet hoz, itt kavarodik össze-vissza mindenfelé. De az ózon, az oxigén, az egymás méltósága tisztelete tekintetében nagy részt még mindig ott van, és ebben azért Magyarországnak is... Nem hamis illúzió ez? Nem, ezt látom, hát tények mutatják. Hát a közvéleménykutatási adatok mutatják, hogy Nyugat-Európában még mindig működik az európai egység iránti gondolat. Ha megnézi a legutóbbi tanácsi vitát, Nagy-Britanniával meg fognak állapodni, működnek a vészfékek és a csengők, ugye még David Cameronban is. Tehát ne írjuk le ez az európai... Én nem azt mondtam, hogy írjuk le, de rendetek hiátusa van a dolognak. Hát nincs. Erősebb, mint van európai polgárélmény? Van olyan élmény, hogy én európai vagyok? Nincs.
Szerintem van. Alapvetően még a legfejlettebb nyugati országokban is erről cikkeznek, hogy nem alakította ki az unió szerintem az összetartozás érzés az egyes emberekben, egy intézményt láttak és bizonyos gazdasági és egyéb érdekközösséget, de a mindennapi életben mindenki mégiscsak az identitását hagyományosan a saját kisközösségében és a nagyobb közösségében az országában találja meg. És ez nálunk azért veszélyes, mert most már szembefordítható a magyar társadalom az európai unióval. Sokszoros identitásokkal élünk, mindannyian, és ez jól van így. Én is talán szabadsággal értek itt inkább egyet. Én sokat dolgozom Nyugat-Európában, borzasztó multikulturális cégekben, és ott látom, hogy az embereknek az alapvető, az automatikus viszonyulás a másikhoz, az az elfogadás. Uh-huh. Tehát az, hogy most nem akarom sorolni, ahogy néz ki Londonnak. És nem azt mondom, hogy Magyarország számára ez egy ideális minta kell legyen. Azt mondom, hogy a húzóerő Nyugat-Európában alapvetően a plurális piacgazdaság, ennek vannak bizonyos válságtünetei, különösen ezeket a válságtüneteket kívülről, ezekre még rá is erősítenek. Ugye nem kell mondanom, hogy az Orbán Viktor, illetve a Putyinnak az összefogása az milyen valóban előre nem kalkulálható hatással volt a nyugat-európai azoknak a lehetőségek az elképzelésére, hogy mi lehetséges orosz esetben a liberális demokrácia helyett. De én együtt Szabolcsán azt gondolom, hogy ez inkább jelenleg az immunrendszerét erősíti a nyugat-európai közösségnek. Ebből lehet, hogy az jön ki, hogy egy szűkebb Európai Unió erősebb integráció mellett, mint ahogy valóban az említett és más felmérések is azt mutatják, hogy a nyugat-európai polgárok az integráció erősítésével akarnak reagálni a most zajló válság folyamatokra. Lehet, hogy azon kívül, hogy egy szűkebb Európai Unió lesz, Magyarország megmarad gazdasági félperifériának, de nem engedhetjük meg magunkat reálisan szemlélve, hogy ebből a közösségből túlságosan kiszakadjunk, tehát az ország egészen nyilvánvalóan a Trianon utáni legnagyobb traumáját szenvedni el, hogyha kiszakadna az Európai Unióból, úgy, ahogy adott esetben most Orbán Viktor érdeke szolgálja, és azért szolgálja elsősorban az érdeke, mert nem tud maga versenyképes országot teremteni. Hát nem ért gyakorlatilag a kormányzáshoz. Orbán Viktor a magyar történelem egyik legrosszabb miniszterelnöke abban az értelemben, amit egy miniszterelnöktől egy nemzet elvárhat. Egy erős ember, egy karakter, aki bele tud szólni bármilyen piciny országot képvisel az Európai Uniós folyamatokba, pontosan a menekült politika okán. Most ezt nem minősítem, hogy jó vagy rossz példa, de ott van és tényező, és a fenegyerekes politizálásával folyamatosan a figyelem középpontjában van, hogy ebben mit akar elérni, csak feltételezéseink vannak, a trend az, hogy szépen csúszunk kifele az Európai Unióból, ez kétségtelen, mi meg hagyjuk. Én azt gondolom, hogy itt is árnyalni kell a képet. Orbán Viktor hatalmas befolyásáról csak Orbán Viktor és a Fidesz gondolkozik ilyen módon. Az Európai Tanácsban a korábbi miniszteri értekezleteken mindenhol jóvá hagyta Orbán Viktor azokat a döntéseket. Ki kell menni, beszélni kell európai parlamenti képviselőkkel. De mi meg itt élünk, szóval... Igen, de ő most azt mondta, hogy bele tud szólni, és érdemben befolyásolni, nem tudja. Ő érdemben Nézze meg reggelente a nemzetközi lapszemlét. Hány világméretű befolyással bíró orgánum foglalkozik nap igen, de után. Amikor döntésekről van szó a végén, igen, akkor Orbán Viktor szava nagyon-nagyon keveset számít az Európai Unióban, az Európai Tanácsban, az Európai Bizottságban. Persze, hát a bölénynek is állandóan mozgatja a fülét azért, hogy a bögyöket onnan elhesegesse. Kellemetlenek azok a legyek, de ettől a bivaj és a légy kapcsolatában azért szerintem az erős még mindig de mondhatnánk az egér és az elefánt a kellemetlen, Európának kellemetlen, de főleg azért kellemetlen, és ez valóban egy jelzés kell, hogy legyen, mert olyan ez a fajta fasizálódó vagy nácisodó Fidesz-Jobbik tengely, mint a Zika vírus.
hogy terjed azért. Tehát képes exportálni bizonyos azokat a gondolatokat. Így van. És akkor, amikor Lengyelország egy hatalmas, valóban középhatalom Európában, hogy mondjam, megfertőződik ezáltal, bár azért a lengyelek megmutatják, hogy ők nyugatiasabbak. Más a helyzet, de a veszélyek is nagyobbak. De inkább foglalkozunk azzal, hogy ez itthon ő politikai tőkére tudja váltani még a mai napig. Bár ebből indultunk ki ma a Balkanyarban a beszélgetésünk elején Bédek Péterrel és Kerékbárci Szabolcsal, hogy beválthatja még ezt a bérletet újra a kormány, hogy ráült a migránspolitikára és elindítja a népszavazási kampányt. Működik-e ez akkor, amikor már nagyon erőteljesen manifestálódnak a társadalmi feszültségek, láksz, pedagógus tüntetés, közlekedési jeg, sztrájk fenyegetése, stb. Konkrét bajaink vannak az életben. Lehet-e még ezt szimbolikus politikával újra kanonizálni és a politika megerősítésére használni a Fidesz részéről, Péter? Gondoljunk bele, hogy a magyar 20. század mivel telt. Tehát tekintsünk röviden, én nem fogok. Eszembe se jut. Csak röviden fölidézzük magunkba. Tudjuk azt, hogy mennyire kedvezőtlen volt ez a közeg ahhoz, hogy létrejöjjenek azok az alapvető politikai reflexek, és a politikai kultúránk úgy alakuljon, hogy ott a valódi, az ország fenntarthatóságát biztosító valódi értékek előtérbe kerüljenek. Nem kerültek. Tehát alapvetően itt mindig nacionalista és szocialista, vagy szociális rossz, jobb értelemben demagógia ment. Ezt a népet alapvetően ezzel lehet is érzelmileg megszólítani. Ez tény. Tehát nekünk ezzel kalkulálni kell. Ez nem egyszerűen szimbolikus politika, ez a magyar politika. Tehát nacionalista magyar... és szociális diktatúrával működ. Nem diktatúrát mondtam, hát, demagógiát mondtam. Hát ez arra utal, hogy ez az embereknek az első félelme, a nemzet halálnak valamelyik verziója, illetve a szociális elhetetlenülésük. Ez mind abból fakad, hogy alapvetően az ország nem ment át azon a polgári fejlődésen, individualizálódáson, ami az embereknek egy teljesen más típusú, nem tudom, tartás, gondolkodás, mentalitás adott volna, és ez még előttünk áll. Ezt nem lehet ugyanúgy kialakítani, mint az elmúlt évszázadokban, ez a vonat elment. Tehát ez egy óriási probléma, hogy hogyan lehet a mai körülmények között a globalizáció, nem sorolom, körülményei között mégis pótlólagosan ezt a fajta mentalitást, képességeket, tehetséget kialakítani. Orbán pont ez ellen játszik. Ez az, ami abszolút biztos, épp ez benne a roppant cinikus, hogy az, hogy 2010 óta a hatalmát, a felhatalmazását nem arra használta ki, hogy megindítsa azokat a folyamatokat, amiket az országnak reálisan nézve a versenyképességét biztosítanák, hanem azzal hitegeti az embereket, hogy van királyi út, Ausztria, ilyen agyrémeket hallunk mostanában, ahogy Ausztriát be fogjuk fogni rövid időn belül, és az embereknek ez tiszta, mint a sztálinizmus. Tehát már a Kádár sem mondott ilyet. És az embereket ezzel még mindig meg lehet bolondítani, mert egyszerűen nincsen hozzá tudásuk, hogy valójában mi kell ahhoz, hogy egy ország jól működjön. A tudás és még élmény is kellene. Népszavazásról mondhatok, mert... Hogy ne kerülj, Szabolcs, tessék, igyekszünk gazdálkodni, van még 7 perc. Igen, én azt gondolom, hogy itt 3 dolgot érdemes elmondani. Az egyik az, hogy egyáltalán nem biztos, hogy lesz népszavazás. Ezzel kormánypárti jogászok sem feltétlenül értenek egyet. De nem biztos, hogy az a cél. De ha lesz, akkor itt jön a második pont, ebben nem szabad részt venni, nem szabad ehhez asszisztálni. Tehát bojkottálni kell a demokratáknak ezt is. Ez összefügg a harmadik ponttal, ha véletlenül lesz, és még adott esetben eredményes is lenne, amit én nem hiszek, semmilyen hatása ennek az európai jogra és Magyarország kötelezettsége vállalására nem lesz. Orbán pávatáncot játszik, elfogadta az összes létező fórumon ő maga is, és a illetékes miniszter is a menekültügyel kapcsolatos Európai Uniós eddigi állásfoglalásokat, konszenzuson e tekintetben. Ott eljátsza Orbán, hogy nem bontja föl a konszenzus, nem feszíti túl a húrt. Ez kizárólag belpolitikai fogyasztásra történő hisztéria hangulat kelt, és ennek semmilyen hatása nem lesz a magyar menekült politikára, vagy az európai politikára. Ez, amit mondtak mind a kettő. Arra jó, hogy a mi tudatot erősíti, ez pontosan, és összehozza a tábort. És ehhez nem szabad asszisztálni, ebben nem szabad részt venni. De hát Szabolcs egy nagyon-nagyon törpe ellenzék, nem asszisztál, kit érdekel, mondja ezt az a Fidesz.
majd az én híveim megerősítenek, és még a baloldali gondolkodók közül is sokan egyetértenek az ország védelmiért. Hát azért, mert ebből kilépünk, ő ezt mondja, ő nyilvánvalóan de mit sok mindent mond. Az ellenfelek akkor erre? Jó, nem megyünk el. Egy, kettő. És mit képviselünk? Bojkottáljuk, és másról kell népszavazást tartani. Nem lehet, mert arról van népszavazás, amiről a Fidesz akar, jönnek a bőrfejek, és Kerékpárci Szabolcsot elzavarják az ajtóból. Leszünk még ott néhányan. Csapda a helyzet, ez nem, Péter? Én is a bojkott mellett vagyok, abszolút. Ezzel kifejezzük azt, hogy a kérdés teljesen értelmetlen, nem arról szól. Meg mire, tudja a magyar értelmiség értetni a nagy közönséggel, hogy miért nincs értelme a kérdésfelvetésnek már magának? Mert tényleg nincs. Az a probléma, hogy akik képviselni fogják a bojkottot, azoknak nem, azok a szemben újra el fogják játszani a 2004-es népszavazásnak a kettős állampolgársággal szembeni népszavazásra szembeni vádakat. Hazafiatalok nem akarják megvédeni, és össze kell kötni ezt a baloldalisággal, és jó, akkor ott van persze, rögtön ott van az a torta, amit már évek óta szeletelünk. Úgyhogy azért betettem én föl, hogy egy jelen esetben az MSZP-től Jobbikig terjedő a parlament ellen szembeni bojkott, és egy új parlament kialakít. Ez egy kellően offenzív ellenlépés lett volna ahhoz, ráadásul színvallásra kényszerítettem volna ezeket a pártokat, hogy valójában megfelelően veszélyesnek tartják-e már a Fidesz által épített diktatúrát ahhoz, hogy testületileg szembe helyezkedjenek vele, amit egyébként léptennyomon mondanak, és ami egyébként megnyilvánult abban, hogy nem adták a nevüket, és ez egy nagy fegyverté volt, nem adták a nevüket a felhatalmazási alkotmánymódosításra. Na hát a keretbe is foglaltuk, ugye, mert innen indult a beszélgetés egy 3-4 órával ezelőtt, a DK lényegében ezt javasolta, látjuk, hogy a többi ellenzéki párt pedig úgy gondolja, hogy azért van egy határa a rendszer ellenzékiségnek e tekintetben. Én nem gondolom, hogy ez egy jó út lenne, de ebben is egyetértünk. Meg lehet húzni a vérlegét a dolognak, hogy a DK felhívására, hogy legyen parlamenti bojkott, és az ellenzék vonuljon ki a parlamentből, csak a kétharmados törvények szavazásánál menjen vissza, nem jön össze. Sok oka lehet, ezt egy külön műsorban lehetne elemezni. A Jobbik már is jelezte még a Orbáni népszavazási ötlet előtt egy héttel, hogy partner ebben a dologban, hiszen az ő általa kezdeményezett alkotmánymódosítás nagyon ravasz. Ugye minden nemzetközi szerződés, mint ahogy jelenleg is van, népszavazásra nem bocsátható, kivéve mondja a Jobbik a bevándorló kérdést, tehát ezzel tálcán oda kínálta az együttműködési lehetőséget. És akkor a Fidesz-Jobbik előbb-utóbb kialakuló politikai koalíciójával áll szembe, az egyébként tovább gyengülő baloldali demokratikus ellenzék, ez egy nagyon rossz képlet, itt fejezzük be. Ezt befejezhetjük, ez a reális kép, és egyúttal eléggé megkongathatja talán a vészharangot a választókban, illetve a baloldali pártokban, ahol kapcsolatban valóban ilyen jövőt akarnak az országnak. Szembenéznek a parlamentben beszélgetések közben, most egy párt képviselőt kérdezem, de hát ott él közöttük. Persze, hát ez, hogy paradigmaváltásra van szükség, ez abszolút kiáltó követelmény. Valakik meg fogják csinálni, hogyha a jelenleg létező parlamenti pártok erre nem alkalmasak vagy képtelenek. Nem hiszem, nem. Én most nem forradalomról, nem az utcáról beszélek, hanem a politikába napi szinten beszállni képes és kész emberek közül gondolom, hogy lesznek ilyenek. Elhozza az élet a maga megoldását. Ebben biztos vagyok, hogy addig mennyi vérszenvedés lesz, és hogyan bomlik tovább ez az ország, azt meglátjuk, azon dolgozunk, hogy ne ez a negatív forgatókönyv valósuljon. Ott látjuk az ötleteket önöktől, Kerékpárci Szabolcs is sokszor előáll ötletekkel, mint a DK elnökségi tagja. Mindek Péter viszont most vonult ki a polgári konzervatív párt vezetéséből. Visszalép? Aktivizálja magát? Nem hagytam ott a pártot, azt mondja, hogy hazajövő, azt nem tudjuk még. Elnöke nem leszek a pártok, tehát amikor leírtam valamit, akkor... Van esély egy új pártnak, hogy feldugja a fejét ebből a nagymasszából? Egy új pártnak? Igen. Pont arról beszéltünk a műsorban, hogy mekkora hitelességi válság van, mondta Kerékpárci Szabolcs a politikát, illetően a parlamentben ülők hitelességét is a tömegek sokszor megkérdőjelezik joggal, itt volna a lehetőség egy új pártra. Hát nem tudom, mi új párt vagyunk, tehát még mindig azt szeretném, hogyha hozzánk csatlakoznának minél többen, akik ilyen jellegű elvárással vannak a politikai rendszer felé. Most a legfőbb feladatunk az, hogy olyan elnököt keresünk, aki megfelelő vonzerővel rendelkezik a jellegi magyar nyilvánosságon belül. Köszönöm, hogy itt voltak. A mai műsor Korpás Krisztina szerkesztette. Egy hét múlva újra találkozunk. Rózsa Pétert hallották. Balkanyar.
Egy politikai korszak vége. Merre tovább? Rózsa Péter műsora.